A gyerekek és az édesanyák is élvezték a család és karrierpont átadása kapcsán felállított játszóházat még október elején. Már akkor tudni lehetett, hogy a Tolna megyében egyedülálló projekt ötletgazdái nem csak a kicsik tartalmas lefoglalásában tudnak majd segíteni a hozzájuk betérő nőknek. A pályázati forrásból megvalósuló projekt célja az volt, hogy tréningeket és oktatásokat is tartsanak majd itt olyan nőknek, akik például család mellett akarnak vállalkozásba kezdeni. Egy kicsit csúszott a projekt, tehát most egy dömping, egy program dömpinget fogunk rázúdítani a tolnaiakra. A háztartási praktika, babamama klub, tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felkészült stábbal indulunk, és mindenki azért van, hogy a betérőknek segítséget nyújtsunk. Tolna megye egyetlen család és karrierpontja egy pályázatnak köszönhetően jött létre. A projektben és a programok szervezésében, valamint a lebonyolításukban társszervezetként a Magyar Női Unió is közreműködik. Lesz ilyen, hogy nőnek lenni jó, lesz ilyen, hogy vidéki nők napja, ez lesz a legnagyobb, mert ez kétnapos rendezvény. Itt külföldiek is jönnek, és a Kárpát-medencéből is jönnek. Lesz a befogadó szemléleti tréning, amit nem mi fogunk, hanem egy partnerünk, a Szülőkháza Alapítvány fog szervezni. És lesz nekünk még családgyermekvállalkozás, ilyen kis csoportos tréning, amit mi csinálunk. Ezek már a projekt következő programjakor készült felvételek. Fodrász és sminkes segített teljesen ingyen a tolnai járásban élő hölgyeknek felkészülni egy állásinterjúra. A két éven át tartó programsorozatra összesen több 10 millió forintot költhetnek el a projektgazdák. Ebből a pénzből számos a nőket szolgáló rendezvényt fognak megtartani Tolnán, és ami nagyon fontos, teljesen ingyen. Ebből a szempontból a város és tágabb értelemben véve a tolnai járás, valamint az ott élők egészen kivételes helyzetbe kerülnek. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy úgy érzi mindenki, hogy épül és szépül a város. Ennek van egy külső oka is. Ugye nyilvánvalóan az Európai Unióból érkező források óriási lehetőséget biztosítanak. És egy infrastruktúrális fejlesztés az emberek számára az mindig sokkal kézzelfoghatóbb. Látjuk, ahogy megújul, jelen esetben például Tolnán a Dunapart, láthatóvá fog válni reményeink szerint minél hamarabb a Domboriba vezető kerékpárút, megépül egy játszóház, könnyebben érzik azt az emberek, könnyebben kézzelfoghatóvá tudjuk azt tenni, hogy mit hoztunk létre. Ezek a típusú programok, amiket az Emberi Erőforrás Operatív Program finanszíroz, ez a nevében is benne van, az emberekről szól, a lelkekről szól. És nem csak infrastruktúrát szeretnénk adni a tolnai embereknek, hanem szeretnénk hozzátenni a mindennapjaikhoz, a gondolataikhoz, az érzéseikhez. Ezek a programok erre adnak nekünk lehetőséget. Bár a projektfelelősök első benyomásai kedvezőek, ettől függetlenül azt mondják, bőven tudnak még vállalkozókedvű hölgyeket fogadni a következő időszakban. Nagyon nehéz elérni az emberekig, nagyon nehéz kimozdítani őket a mindennapokból, hiszen mindenkit rendkívül sok kötelezettség is terhel. A munka, és nyilvánvalóan a családi, sokszor azt mondjuk, hogy kötelezettségek is, és mi szeretnénk ebbe egy kicsi szint és töbletet vinni. Valamit, amitől a mindennapokban nem csak azért jó Tolnán élni, mert a város szép és megújul, hanem azért is, mert tartalmas programokat tudunk adni. És ezt szeretnénk tovább vinni a közeljövőben, ennek a programnak a kapcsán ugye gyakorlatilag a következő két évben. Ami nagyon fontos, hogy a család mellett karriert építeni akaró hölgyeket megcélzó projekt több pilléren állva segíti a szebbik nem képviselőit. Így volt ez ezen a napon is. És az is biztos, hogy a következő időszakban bőven lesznek olyan programok, amik közül bátran választhatnak a hölgyek. És a mai nap az tovább folytatódik majd Vidéki Nők Napja konferenciával. A délután során lesz a Kulturális Központban egy filmvetítés,
amely során rendezővel lehet találkozni, szintén hasonló témában. A holnapi napon is folytatódik ez a rendezvény. Az idei évben nagyon sok programunk van, köszönhetően annak is, hogy az év elején még a projekt adminisztratív indításával kapcsolatos feladatokat láttuk el. Most már tudunk a szakmára koncentrálni, a következő két évben pedig csak erre szeretnénk koncentrálni.